Nos, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Éppen a Splice apartmanból jelentkezem. Ez mi apartmanunk, és kicsit a meccsekről szeretnék beszélni meg, hogy a Splice milyen pozícióban is van jelenleg, illetve mik azok, amiket várhatunk a következő hetektől. Nos, tehát 5-3-ban állunk jelenleg a Splice-a, ami szerintem egy elég jó pozíció, mert körülbelül 4 győzelem hiányzik ahhoz, hogy rájátszásba be is jussunk, ami egy alapból célja a csapatnak, de szerintem akár egy top pozíciót is el lehet foglalni, ami elég kellemes lenne, ugye megváltoztatták a rájátszásnak a struktúráját, tehát aki az első kettő pozíciót eléri, azok sokkal nagyobb előnnyel indulnak a másik csapatokhoz képest. Úgyhogy ez lenne a végső cél, de ehhez nagyon jó teljesítményre is lesz szükség a következő hetekben. Na már most, amit meg lehetett figyelni a játékunkkal kapcsolatban, ugye az első hetekben nagyon jól kezdtünk, trendre el is vertük az erősebb csapatokat is akár. Gondolok itt például az Origin elleni győzelmünkre, ami nagyon, nagyon magabiztos, erős játékunk volt. És szerintem pont ez az, ami hiányzott az elmúlt hetekben. Tehát ezen a héten, meg az előző héten is. Ezek az alapok kicsit kiestek a játékunkból. És szerintem ez az, amit majd vissza kell hoznunk jövő hétre teljes mértékben. Hogy mit is értek ilyen alapok alatt. Például alap tervezést az early game során, hogyha előnybe kerül valaki, akkor ez nekik lesz, nekik kötelességük, hogy ezt az előnyt csapat előnyé kovácsolják. Tehát az individuális előnyöket, ezeket csapat előnyé kell kovácsolni. Na már most, hogy egy példát mondjak ezzel kapcsolatban, tehát az Origin elleni meccset említettem, ugye Alfari ellen játszottam Urgottal, Irelia ellen, és olyan pozícióba kerültem, ahol tudtam minimum hullámokat építeni, és tudtam a botlane-emnek ezt jelezni, hogy ők oda fel tudnak majd teleportálni, és amint mondtam nekik, hogy teleport pozícióba kerüljenek, és ezt ki is viteleztük ezt a döntést, akkor onnantól az Alfarit teljes mértékben ki is tettük a játékba. Botlane feltépített topra, kidájoltuk, és még a tornyot is elvittük utána. Nos, ezt a fajta döntéshozatalt szeretném majd látni a játékunkban sokkal többet a jövő héttől kezdve, mert például az SK elleni meccsen folyamatosan volt mit prioritásunk, és ez egyébként eléggé közre játszott abban, hogy az SK elleni meccs ennyire elnyúlt, hogy ilyen hosszú meccsé alakult, mert az early game-inket nem használtuk ki annyira, amennyire ki tudtuk volna. Tehát meg volt a mid prioritásunk folyamatosan, ezzel például lehetett volna top lane-t dive-olni akár bármikor, mert én is erősebb voltam a Kennennél, ugye Urkotot játszottam, szépen stackelhettem volna a wave-et, és akkor kidive-oljuk a Kennent mindig, amikor a mid lane-erünk tud mozogni. És ez például, ezek az ilyen early game tervhozatal, ez például nagyon fontos, főleg LEC, LEC szinten, hogyha ez nincs meg, akkor nagyon el tudnak nyúlni a játékok, mert alapból mindkét csapat jól fog játszani mid game során, és sokkal jobban megnehezül a dolgot, hogyha nem vagy óriási előnyben, már pedig ezeket az óriási előnyöket early game-ben mid prioritással mindig ki lehet alakítani. Nos, kicsit bővebben az SK-n meccsről. Szerintem itt a team kompozíciónkat is egy kicsit félreértelmeztük. Úgy gondoltuk, hogy teamfightolni kell az SK-val, de közben split push kompozíciót raktunk össze, és ezért is tűnt kicsit nehézkesnek a dolog, mert erőltettük a teamfightokat, de nekik volt az erősebb teamfight kompozíciójuk. Úgyhogy ehhez mérten ez egy nagy szerencse, hogy ezt a meccset meg is tudtuk nyerni egyáltalán, mert nekik volt az erősebb teamfight kompozíciójuk, és a teamfightokat alapból nekik kellett volna nyerniük. Nekünk viszont erősebb split push kompozíciónk volt, úgyhogy nekünk erre kellett volna fektetni a hangsúlyt, hogy split pusholunk Urgottal és LeBlanc-kal, és akkor ezeket a side lane-erjeiket, mint a Sion és Kennen, oda szögezzük a tier 2-es tornyaikhoz, és onnantól sokkal könnyebben lehet mozogni a pályán és vinni az objektíveket. Ez volt itt a fő probléma az SK elleni meccsen, és ez az, amit sokkal jobban észre kell vennünk már a meccs elején, a jövő héttől kezdve, hogy mik a győzelmi kondícióik az adott kompozícióknak.
Tehát a miénk a split push kompozíció, akkor split pusholni kell. Le kell rakni a Deep Vision-t és segíteni a split pushereket, és nem harcolunk meg velük 5v5-öt. Kivéve, hogyha előnyösebb pozícióba kerülünk. Tehát a split push kompnak is egyszer meg kell harcolni egy teamfight-ot a teamfight komp ellen, de általában ezt a saját kondícióikon belül akarják csinálni, hogy mondjuk 5000 vagy 10000 arany előnyöd van már, item előnyöd, és mondjuk nasornál beíteled éppen az ellenfelet, és akkor flank pozícióba tudsz kerülni, és el tudod kapni a carry-eiket. Csak így példának okáért, ez egy ilyen alapkoncepció lehet split push kompoknál. Na már most térjünk egy kicsit a Misfits elleni meccsre is, ami szintén kicsit nehézkes volt a vége fele. Most ezek az ilyen alapok kicsit jobban visszajöttek a Misfits elleni meccsen. Tehát lehetett látni, az early gaming sokkal stabilabb volt, előnyöket ki tudtunk harcolni, és egy olyan jó pozícióba kerültünk a mid game során, ahol én split pushban nyertem a Soulscan-en ellen ugye Aatrox-a, és szabadon csinálhattam bármit, amit akartam. Na már most itt a fő hiba az szintén az volt, hogy nem vettük észre az ellenfél győzelmi kondícióját időben. Az ellenfél győzelmi kondíciója ugye az volt, hogy a Jace az szépen pókolgat minket, lehet vele splitpusholni, és igazából ez nem sokat számít. És az ő kompozíciójuk magját, azt a Kennen és az Ekka adja, mert ez a két hős az, aki mögénk akar kerülni, vagy be akar kerülni a csapatunk közepébe, és ha ezt valahogyan meg tudják csinálni, például TP vardakkal mögöttünk, vagy éppen az Ekka be tud ugrani egy olyan helyből, ahol nem számítunk rá, hogy ő ott van, akkor ezeket nagyon jól ki tudják vitelezni, és teamfightot valószínűleg meg fogják nyerni. Még ha erősebb is az alap teamfight kompozíciónk. Nos, ezeket a győzelmi kondíciókat kicsit későn vettük észre, és ez is vezetett ahhoz a szituációhoz, ahogy 5-0-ban letradeltek minket, és elvitték a nosort is. Innentől kezdve pedig nagyon megnehezült a játék, és late game-re kellett játszani. Ami alapból kedvezett is nekünk, ugye Karthust hoztuk, ami megállíthatatlanná válik a late game során, úgyhogy ebből a szempontból jó volt a kompozíciónk. A teamfightolásunk az mindenképpen javult ezen a héten. Ez volt a fókuszunk is egyébként a hét során, hogy teamfight videókat néztünk meg különböző csapatokról. Gyakoroltuk, hogy mik azok a szorosok, amik körül játszani kell teamfightok során. Tehát például meg lehet figyelni, hogy koreai csapatoknál a szorosok nagyon sokat nyomnak alatba. Tehát, hogyha az egyik csapat az egyik szoros fölött átveszi a kontrollt, akkor hogyha a másik csapat ezen a szoroson keresztül megpróbálja rájuk engage-elni, akkor az általában nagyon rosszul szokott elsülni. Hogyha mindkét csapatnak mondjuk egyenlő teamfight kompozíciója van. Na minden esetre ezt a teamfightingot még kicsit javítani kell, és jövő hétre az alapokat kell visszahozni. Szerintem, hogyha az alapok visszajönnek, akkor meg lesz mindkét meccs. Ugye a Fnatic és az Exen ellen fogunk játszani, akik mindketten most alsóházi csapatok. De ugyanakkor a Fnatic az pont az a csapat, aki bármikor robbanthat, mert ugye BB döntősök voltak az előző szezonban, ebben a szezonban pedig nagyon rosszul kezdtek, és valami nagyon nem klikkel a csapaton belül. Viszont szerintem bármikor összeszedhetik magukat, és szerintem meg lesz itt a Fnatic comeback egy így idő után. De ezt szeretnénk kicsit eltolni majd, és a jövő héten legalább egy győzelmet bezsebelni ellenük. Utána pedig jöhet felőle meg Fnatic comeback, és bejutottnak a rájátszásba. Nekem az teljesen mindegy. Egészen addig, amíg a győzelem megvan. Az Excel pedig általában azt szoktam mutatni, hogy nekik erős early game-jük van, vagy mid game-jük, de a shot calling-juk nem a legjobb így a late game fázis fele, és főleg rossz a koordinációjuk a side lane-ereikkel. Tehát például a Vitality elleni meccsen is azt láthattuk, hogy a Vitality-nek rosszabb volt a teamfight kompja, és valahogy mégis megnyerte a meccset méghozzá azért, mert az Excel akkor próbált meg velük harcolni, amikor a side lane-ereik az oldalsó léneken voltak, és a tankok meg későn csatlakoztak a fighthoz, és a carry-k már meghaltak, mire odaértek. Úgyhogy az Excelnek megvannak ezek a gyengeségeik, ezeket majd ki kell használnunk.
Úgyhogy minden esetre remélem ez a videó kicsit jobb belátást adott nektek így a csapattal kapcsolatban. Minden héten dolgozunk valamin, tehát ugye említettem, hogy teamfightolás volt korábban, most az alapokon fogunk dolgozni, illetve a teamfightoláson szintén. És igazából én ezt egy hosszú távú projektnek tekintem, tehát magát az LEC-t, és az alapokat kell eleinte mindig lerakni minden egyes csapatnak, és ezeket az alapokat tartani is kell. Tehát, ha le van rakva egy alap, azt tartani kell, és ez nagyon fontos számunkra, hogy ezt az alapot most vissza kell hozni jövő hétre, és ezt tartani kell a szezon maradékában. Innentől kezdve pedig szerintem onnantól nagyon könnyű lesz a fejlődés. Ha megvannak az alapok, akkor általában az alapszint így a gyakorló meccsek során is sokkal magasabb szokott lenni, és sokkal könnyebb fejlődni csapatszinten is. Úgyhogy köszönöm szépen, és majd megjelentkezem. És szép vasárnap délutánt mindenkinek. Sziasztok!